Már akkor a reggeli órákban szép számban sorakoztak a traktorok Oromhegyesen. A találkozót Bilicki Nándor főszervező nyitotta meg, majd elkezdődött a felvonulás, amelyen a traktorok egy kört tettek a faluban, és tülköléssel ébresztették a polgárokat. Mintegy 150 jármű vonult végig a településen. A gazdák büszkén mutatták be erőképeiket. Az immáron 13. alkalommal megszervezésre kerülő eseménynek most is több ezer látogatója volt. A környező települések mellett Erdélyből és Magyarországról is érkeztek vendégek, de a Vajdaság számos pontjáról is jöttek szórakozni vágyók. Jovánovics Krisztián Felsőhegyről érkezett az eseményre. 4. alkalommal vesz részt a találkozón. Nagyon szeretünk itt, nagyon megfelelő a társaság, sokat beszélgetünk a traktoristákkal, régi barátokat és új barátokat szerzünk. Milyen traktorral érkeztetek, mit kell róla tudni, mit lehet róla tudni? Ez egy Zetor K25-ös traktor, 1958-as évjára, mi hoztuk ilyen állapotba, egy idős nénikéjé volt, sajnos a férje meghalt és volt, azóta ő nem használta. 10 évig kint állt egy diófalat, elhoztuk, megvettük, és helyrehoztuk, hogy üzemképes állapotban. Használjátok napi szinten, vagy egy-egy alkalomkor csak? Ritkán használjuk ilyen kisebb munkákra, ilyen here, és szár összekaparására ilyen kis munkákra használjuk. Negyedik traktorfesztiválon voltam először, mint néző, és utána az ötödiktől folyamatosan, tehát tavaly nem volt, akkor nem voltam. Miért jön mindig erre, ez eseményre ki? Egy, hogy a társaság miatt is, meg szeretek részt venni az ekefölakasztásba, tolatásba, ilyesmi. Úgyhogy van már a két vasú ekébű első, második, harmadik helyem, meg a három vasúbú van egy második. Mennyire elégedett ezzel a szervezéssel, ugyanúgy a versenyszámokkal és magával az eseménnyel? Én elégedett vagyok. Úgyhogy én velem, mikor itt vagyok, nyulat lehetne fogadni. Az esemény nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is nagy élményt nyújtott. Ennek egyik oka a színes gyermekprogramok voltak, amely évről évre egyre sokoldalúbb. Az idei évben is kisebb vidámpark, lovaglási lehetőség, malac és kecskefogás várta a legkisebbeket. Csak a gyerekek szülőt ne várják, kérjük! A gyerekek számára a legérdekesebb a Rodeo Bika megülése volt, tudtuk meg a bátor fiúktól. Nagyon nehéz rajta tartani magadat, amikor begyorsul. Mire kell figyelni? Hát, hogy erősen tartsad magadat. Reggel óta kint vagy? Hát nem, éppen délután óta. És mennyire tetszik neked itt a gyerekprogram? Hát nekem nagyon tetszik. Szereted a traktorokat? Igen. Nektek is van otthon? Igen, egy belarusz. És szoktad hajtani, vagy megtanultad már? Hát nem, de a fárbuszont megtanultam. Én a bikáram sokáig kibírtam, meg még tetszett az, hogy behajtott a John Deere-s traktora a vízbe, és kapartatott. Nagyon.
A találkozón minden évben versenyszámokkal is készülnek a szervezők, mint például az időre történő eszközkapcsolás, a tolatás, a súlyhúzás, a köttetés és a sártaposás, akadálypálya leküzdése, traktorgyorsulás. A versenyszámok során a sofőrök beleadtak apai tanyait, némely járműre rá sem lehetett ismerni a sártól, még olyan gép is akadt, amelyet rabul ejtett a dagonya. Az Oromhegyesi Csizmadia László mindenében részt vesz az eseményen és a próbatételeken. Idén több versenyszámra is benevezett. A pályák híradék voltak, a verseny is jó volt, kis kategóriában, illetve közép kategóriában is részt vettem. Súlyhúzásba, a sofőrerőségben, tolatás, köttetés, dagonya, hát szinte mindenben, ami az én traktorom, ez a szén 40-es, elbírt. Mennyire voltak sokan, akik ugyanígy versenyeztek minden? Milyen volt az idei fölhozatal? Szerintem tűrhető, megszokott. Voltak újoncok, idősek már nem annyira, jó formán fiatalság van. Jó, ki vannak találva ezek a versenysorozatok? Jó. Mennyi ideig tart majd megmosni a traktor? Hát körülbelül fél óra. Az újfalusi fejős Tibor kőhúzásban vett részt. Legkisebb traktorra húztam el, körbe és díjat kapok. Én azért kapok díjat, mert legkisebb traktorra áthúztam körbe a küvet. 50-11-es traktorra, Detorra. Megválasztották a legszebb erőgépet is. Az entai Sóti Kristóf 2 éves, 110 lovas traktorja bizonyult a legszebbnek. Igazából direkt így erre a versenyre nem készültem, én csak magamnak szépítettem ott a traktoromat, és akkor megkérdezték itt, hogy nem akarok nevezni, megmondtam, hogy ha már elkészítettem, akkor miért? Mit szóltál az eredménynek? Hát igazából reménykedtem egy picit benne, ha már ennyit törődtem, vagy foglalkoztam vele, úgyhogy örülök neki, és akkor lehet, hogy jövőre is megtudom. Hanyadik alkalommal vagy különben itt? Ez a harmadik alkalommal. Vele másodszor vagyok. Az erőgépek és a kapcsolható eszközök nem csak életnagyságban, hanem kisebb méretben is megtekinthetőek voltak. Az entai Debbécsben élő Tóth Zsoltnak egy igazán különleges hobbija van. Különféle makettokat készít, van itt traktor, tehergépkocsi és minden egyéb mezőgazdaságban használható eszköz. Többségük távvezérlésű. Ezek a mezőgépek, amit ugye saját magam megterveztem, kinyomtattam. Hát tárcsát hoztam, a talajvazító, traktorokat több méretbe, több márkába, ami egyedi gyártmányú, az IMT 5220-as. Egy kollégám segítségével nyomtattam ki. Hogyan jött az ötlet, hogy ilyet kezdjél tervezni? Hát először is hajókat gyártottam, aztán áttértem autókra, utána áttértem a traktorokra. Mivel hogy szeretnék egy farmot építeni, egy mini farmot, amit RC-kkel, tehát gépekkel tud építeni. Mennyi időt igényel egy ilyen gép kapcsolható eszköz elkészítése is? Hát ugye ezt tud elkészíteni, hogy ezt tud irányítani is. Igen, itt a tervezés a hosszú idő, ami hetek, aztán a kinyomtatás, az összeépítés, festés, stb. Hát van, ami egy hét alatt megvan, van, ami több hónap alatt. Tehát fél év, attól függ, milyen gépről van szó. Ugye bemutatkoztál itt a Traktor Fesztiválon, és van-e lehetőség más ilyen eseményen bemutatkozni, illetve megmutatni ezeket a csodákat?
Hát, ha hívnak, elmegyek, de úgy, hogy én ajánljak magamat, nem. Tehát nagy érték, meg ugye messziről hozom Ausztriából, nem szívesen törném őket. Mennyire közkedveltek ezek, illetve készítenek-e sokat, sokkal mások is ilyet? Hát itt az országban nem nagyon van egyedi gyártás, külföldön nagyon elterjedt. A fesztivál programjai több helyszínen zajlottak. A rendezvényen a tresnyomáci ászok húzták a talpalávalót, de mint ahogy megszokottá vált az elmúlt években, egy-egy külföldi, főleg magyarországi előadó fellépésére is sor került. Idén MC Haver és a Technőn is szórakoztatta a közönséget. Régi dallamok csendültek fel, mely igazi buli hangulatot teremtett. Nézzek, mi lett a napiakból, nézzek, mi lett. Ez nagyon jó! Gyert fel a nyelv a sírokból, nézzek, mi lett a napiakból, nézzek, mi lett se a miakból. Imádok úgy csangelni, vidám énekelni. Mellettük már jó a harmonikás is színpadra lépett. Amikor a szívem úgy dobog, imádok útra kelni, vagy az Áttáncolom az éjszakát című slágereit, szinte mindenki ismeri, ismerte. Én meg elhittem, látod? Na akkor hadd lássam azokat a kezeket, gyere segíts egy kicsit. Na hát így már alapul, jó van. Mindig az az okos telefon, azért nem tapsol, látod? Na jó, hadd lássam a kezed, gyere segíts! Akik árnyékban vannak, azért könnyebb helyzetben vannak. És szeretném, hogyha hangosabbak lennétek, mint én. De igaz, hogy én ki vagyok hangosítva, de azért mégiscsak ti vagytok többen. A taps ne álljon meg, gyere, azt mondja, hogy imádok útra. Na mennyivel jó, vidámat. Akárhol jár a szívemből, áradatban. Az eseményre egész Vajdaság területéről érkeztek látogatók és versenyzők. Tavaly tavasszal a járványhelyzet miatt nem volt mód megszervezni a népszerű rendezvényt, idén pedig a szokásos májusi terminus helyett az őszi terménybetakarítás idején tartották meg a fesztivált. Féltem egy kicsit ettől a dátumtól, mivel az eredeti dátumja a hónap, a májusban szoktuk mindig megszervezni, május 3. vasárnapján, de mivel az idén is a járványhelyzet ezt nem lett lehetővé, és ez véget a szeptemberi hónapra esett a választásunk. Mivel itt egy kicsit most már terménybetakarítások vannak a gazdáknak, ugye mint a napraforgót, kukoricát, és akkor ilyenkor a vasárnap is nem igazán szokták félretenni, de ahogy látom, semmivel nincs kevesebb traktor, ami egy szervezőnek egy nagyon nagy öröm. Itt Oromhegyes egy kis település, ezért számomra is egy nagyon nagy öröm még egyszer elmondjam, hogy egy ekkora kis falunak, hogy egy ekkora rendezvényt meg tudunk szervezni, és ehhez a rendezvényhez csatlakozik is ugye a falunapunk. Magyarországról, Erdélyből is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink, de a traktorokkal viszont egész Vajdaságról, még Teményinből is jöttek. A találkozó jövőre is várja a kilátogatókat sok színes és szórakoztató programmal.